Erdőváros meséi, Bob kalandjai. Írta Diószegi Judit. Illusztrálta Kálai Zsófia. Minden az, aminek látszik. Csótány bácsi Bobék szomszédságában lakott. Nem sok vizet zavart, elvonultan élt. Gyakran sétált a környéken, és mindenfélét gyűjtögetett. Nem igen állt szóba senkivel, nem is vették észre a környékbeliek, hogy sétái egyszer csak elmaradoztak. Egy nap Bob arra ébredt, hogy orfacsaró bűz terjeng a környéken. – Ti is érzitek? Hű, de büdi. Mi lehet ez az undorító szag? – fintorgott. – Még a szememet is csípi. Honnan jöhet? – töprengett Titi. – Szerintem onnan – mutatott Nózi csótány bácsi háza felé. A négy testvér odalóolt a házhoz, és megállapították, abból árad ki a bűz. Mit csinálhat csótány bácsi? Hát ő nem érzi ezt a szagot, morgolódottom. Tom. Kiabáljunk neki, hát ha veszi a fáradtságot és kitakarít, javasolta Nózi. A négy gyerek összenézett, és kórusban kántálni kezdtek. Csótány bácsi, jöjjön ki, mert nem tudunk rájönni, mi lehet olyan szagos, mit viselni bajos. Néha megszakították a hangoskodást, és jókat nevettek közben. Tangó és Lara is felfigyelt a gyerekeik zajongására. Mi a lárma tárgya kezdett tűnődni Tangó, aztán nem is kérdezett többet, mert ahogy beleszippantott a levegőbe, egyből elfintorodott. Elvesztette az öreg a szaglását, hogy ez nem tűnik fel neki? Hát nem mindennapi fogta be az orrát Lara is. A gyerekek még egyszer elkiabálták a versikét, mire előbb fájdalmas nyőszörgés hallatszott, majd kiszólt egy hang. Menjetek innen, ebattak őikei, szemtelenkedjetek máshol! Nem úgy van az, csattant fel Tangó. A gyerekeknek igazuk van. Jöjjön ki, és beszéljük meg, mi ez a szag, és főleg azt, hogyan és mikorra fogja megszüntetni. Nem megyek én sehová! Jó nekem itthon, nem akarok találkozni senkivel, hagyjanak békén, vágott vissza ingerülten Csótány bácsi. Tangó már készült arra, hogy jól kioktassa a szomszédját, amikor a hátán megérezte Lara puha mancsát. Figyelj, Tangó, Csótány bácsi nem szokott ilyen lenni, szerintem valami baj van. Mi lenne, ha rákérdeznénk? Tangó bólintott, és Csótány bácsi ajtajához ment, Megnyomta a csengőt, de a szomszéd nem nyitott ajtót neki. Végül a kilincsel próbálkozott, ekkor kiderült, az ajtó nyitva van. – Bemehetek? Segíthetek valamiben? – kérdezte. – Jöjjön, ha már úgy is itt van – kesergett a szomszéd. Tangó bement a házba. Hatalmas szemét halom tornyosult előtte, értetlenkedve kerülte ki, közben émelgett a gyomra. Csótány bácsi a belső szobában feküdt. Hat lábából három eltört, hevenyészet sínekkel rögzítette őket az öreg, és nagyon szenvedett. Leestem a létráról, amikor ki akartam a konyhát. Azóta itt fekszem, semmit nem tudok csinálni, a szemetet sem tudom kivinni. Nagyon sajnálom, nem akartam gondot okozni maguknak, mentegetőzött. Ne vicceljen, én kérek elnézést, hogy ilyen gorombák voltunk. Még jó, hogy a feleségemnek több esze volt, szabadkozott tangó. Gyorsan kitakarítottak, kihívták az orvost, és Lara főzött egy jókor adagételt az öregnek. Bob és testvérei pedig megszervezték, ki mikor jár bevásárolni, ki mikor vigyás csótány bácsira. Mire a szomszéd meggyógyult, mindannyian jó barátok lettek.